Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát, és mit fog tenni? Mielőtt kivetném a kártyákat, felhívnám a figyelmeteket arra, hogy minden hónapban, így hónap végén megjelenik az ingyenes hírlapom, amit e-mailen keresztül megrendelhetsz. Minden hónapban van egy kedvezmény, egy havi téma, egy asztrológiai előrejelzés és egy havi angyal, azon kívül a dátum, amikor a szertartások vannak egy hónapon belül. Amit megváltoztattam, hogyha kérsz egy jóslást, eddig mindig asztrológiával volt, most választhatsz. Vagy kéred asztrológiával, kedvezményesen, vagy kéred gyertya mágiával, szintén kedvezményesen. Ami még változott, hogy van két jóslás, és választhatsz, vagy megrendeled mindkettőt, vagy asztrológiával, vagy gyertyamágiával. És most megnézzük azt, hogy mit üzennek a kártyák. Az első kérdés úgy hangzott, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve. Itt látható egy hosszú-hosszú út, és ő nem csak a közeljövőt tervezi, hanem ezt a hosszú utat, a jövőt. Itt megjelenik a nappali szoba, ez lehet egy közös otthon tervezése. A második kérdés, hogy hogyan érzi magát, megtekintjük, hogy mit mutatnak a kártyák. Itt ez az utazás, ez lehet tényleg egy út, külföldi kapcsolatok, de jelentheti a belső utat is, a változásokat, azt is, hogy megvan ahhoz a remény, hogy legyen egy közös életút, ahogy itt is látható. És ez a jó indulatú férfi, az lehet valaki a környezetében, az apukája vagy a főnöke, aki segít neki, de jelentheti az ő tartását is, hogy ő jó szándékokkal közeledik hozzád. Mit fog tenni? Itt látható ez a víz utal az érzelmekre. Itt a hold jelenti az álmokat, tehát megvannak az álmok, az álmodozások és a remény is, hogy itt lesz egy közös otthon, egy közös életút, de itt még megjelenik ez a katona tiszta háttérben, ez jelenteti az ő tartását, hogy ő nagyon magabiztos és tudja azt, hogy mit akar, de azt is jelentheti, hogy valaki parancsolgat neki a környezetében. Ez lehet egy hivatalos személy, vagy lehet valaki a családból, sőt, lehet egy hölgy is, hiszen a kártyáknak van szimbolikus jelentése is. És mi köt össze benneteket? Ha te egy hölgy vagy, akkor te jelensz meg itt középen, és látható ez a jó mód, tehát az anyagi gyarapodás, és amit a kártya még jelenthet, hogy te is jó indulatú vagy, ez gazdagság jelentheti a belső értékeidet is, hogy ő értékel téged, fontos vagy neki. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dende Rám!